Nézz is! Ne csak hallgass! Millásreggeli.hu Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik. Úgy tűnik, hogy egészen jó a budapesti értéktősde, mert hogy egy százalékos pluszt összetudott hozni a tegnapi napon is az utolsó kereskedés záróértékhez képest, ugye. És a blue chipek közül a magyar telekom részvényei emelkedtek a legnagyobb mértékben. Ők nem vették ki a részüket korábban, most 2,4%-os plusz volt benne a Richter, még 0,9%-ot rá lapátolt az előző pluszokra, úgyhogy nagyon klasszul teljesít, és az OTP-nek is sikerült egy picit a pozitív tartományba indulni, indulnia 0,2%-kal, a MOL azonban eléggé Nagyot esett, 8,5%-ot, korábban az osztalék hír volt az, ami hajtotta föl a MOL papírjait, aztán utána hát úgy tűnik, hogy ez kifújt ez a lendület. Én mint egy szurikát itt hirtelen fölbukkantam a monitor mögül, és nem értettem. Mennyit esett? Nyolc és fél százalékot, igen. Hát ez így ilyen, hát emelkedett elég sokat, és akkor utána most szépen így, így visszaesett. Vannak azért rossz hírek a világban, például, hogy annak ellenére, hogy itt a gázzal vagyunk elfoglalva, szépen kúszik fel a olaj ára, és az sem hogy annyira jó hír. Uh, és uh, ugye az osztalékot le kellett vágni a papír értékéből, az a másik, uh, ugye ez a 8,5 éppen az egy ilyen technikai jellegű korrekció, tehát az osztalékot kivették a, az összegből ennyi Egyébként, történt. ha már itt tartunk, valaki, aki építész, el tudja magyarázni, hogy mi az a székház? <laughs> Igen. Vagy ilyet nem illik kérdezni? Hát Dehogy nem, én elmagyarázom neked, bár nem vagyok építész, ez úgy van, hogy vannak a vármegyék, ahol vannak az ispánok, ezt tudjuk, és akkor van a székes főváros, és a ugye, vállalati szinten pedig ugyanúgy a székes főváros az a székház, ahol székel a MOL vezetőség. Eddig, eddig értem, de hogy miért ilyen az alakja? Arra, ja, arra lettem volna kíváncsi. Értem, jó, miért ilyen az alakja? Tehát tényleg építészetileg szeretnéd megközelíteni. Értem. Abszolút. Most, hogy már minden pontjáról lehet látni a városnak. Jó, erre visszatérünk, ez nagyon jó. De azt a, el kell még mondani, mi történt az amerikai piacokon. Enyhe plusz a Dow Jones 0,1-ed, az S&P 0,6-ed, a Nasdaq 1,6%-os plusszal fejezte be a tegnapi kereskedést, és hát ugye ez el lehet mondani, hogy a Nasdaq vezetésével emelkedtek az amerikai piacok. Egy viszonylag um, jó hangulatban pluszban zárták, ugye? És Ázsiában is jó volt a, a hangulat, már arra indult rá Európa ott is pluszban nyitottak a vezetőbőrzék. Itt Európában elromlott a hangulat, ehhez képest ugye egy iránykeresés Amerikában, és utána emelkedés folytatódott, főleg a tech szektort zsákolták a befektetők. Azt mondja, hogy a Netflix, ugye erről beszélgettünk, 6,7%-ot emelkedett a papír. Arra a hírre, hogy, hogy egy millió belőfizetőt vesztett? Hogy nem egészen, de figyelj, arra a hírre, hogy nem két milliót vesztett, mint korábban csak gondolták, egyet? csak 950 ezret. Tehát és ez az azt jelenti, hogy emelkedik szépen újra az előfizetői bázis, ezt tetszett nekik. Erre természetesen az összes streaming szolgáltató szintén megtapladosodott, a Walt Disney 4%-kal, a Paramount pedig majdnem 3%-kal erősödött, úgyhogy ők voltak a kiemelkedő papírok. Nyár van. Tegnapi napon így van. Hát azért annyira nincs nyár, csak az, most, most jönnek a komoly jelentések. Majd a Tesláról, majd lesz szó a műsorban bőven, Ú, hosszan, meg igen. a Twitterről jön hozzánk egy kis műsor ajánló, nemes Dániel és Musk és Tesla Kókler vagy Zseni verkcímmel beszélgetünk egy jót. Én leszek, aki megpróbálom védeni Elon Muskot. Várkogyi Gábor és Temes Dániel pedig megpróbálják a földbe döngölni. Na igen, és befejezzük a blokkot. Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben. Itt van velünk, Czoller jó reggel, szia! Jó reggelt! Azért gondolkoztam az előbb, amikor itt jelentettél a tőzsdéről, hogy az én hangulatomat is, romló hangulat és iránykeresés jelenszín. igen Igen, ez nagyon jól mondtad, igen. Sajnos. Többé-kevésbé, egyrészt hát. másrészt? Teljesen katasztrofálisan Katasztrofális a hangulat. Igen. Miért? Hát mit gondol? Mondom, hogy katatón állapotba kerül. <laughs> és még geszti Péter sincs itt a stúdióban. Egy kell neki. Az biztos, az, az segítene. segítene. Időlegesen legalábbis. Tudom Igen, ez javaslói. nehéz, nehéz, nehéz lesz. Én azt mondom, hogy még ezt a szeptember időszakot, ez még, még idegőrlő lesz. de Nagy utána, a kakofónia. A, utána majd tudni fogjuk, hogy mit csinálunk, akkor már megnyugszunk, ugyanúgy, mint a befektetők. Uh -huh. Mert akkor a már kezelték a helyzetet. Így nem? van most, hogy megtanultam tőled, hogy ez. Figyelj, ez olyan, mint a fogorvosnál, hogy nagyon fáj, nagyon fáj, borzasztó probléma van, elmész, megmondja, hogy ez bizony ki kell húzni, úristen rémület, de most akkor, akkor utána megnyugsz, amikor beadja a szurit, akkor Jelen komát. pillanatban én úgy érzem, hogy fáj a fogam, elmentem az orvoshoz, és gyógymódként levágják a fejem. <laughs> De, de, igen, de akkor nem fáj többen. Az, az igazi magatartás a fogorvosnál az, az amikor ö, időszakosan megjavul a problémád, majd abban a pillanatban elfelejtett, hogy neked valaha is fogorvoshoz kellett volna menned, igen. és akkor, amikor hirtelen bedúran a lehető legrosszabb pillanatban, igen. akkor úgy gondolod, hogy azonnal cselekednie kéne a fogorvosnak. Mondok egy negatív ö, ö, kritikát a műsorról, csak meg kell keresnem, de nagyon jót röhögtem rajta. Ment egy ilyen polemizálás, hogy mi, mi nem tetszik a kedves hallgatóknak, egy-két hallgatónak, bocsánat. A legtöbb hallgatónak nagyon tetszik, egy-két hallgatónak nem, és akkor az egyik kritika az az volt, hogy mostanában én is többször eltekerek a Milás reggeliről. Mert ez a hírolvasó hölgyekkel való ilyen kávéházi kokettálás, ilyen flörtölés, hát ez, ez mindennek az alja. Itt a kedves hallgatók, úgyhogy Andi, erre. A kávé megvan. De én meg azt mondom, hogy ez a szerves része egy uh, vállalati uh, milliónek, uh, itt az életnek. Csapatot építünk. Így van. Én hozzá kell tennem, hogy a morszékház székház megfejtésére csupán kis ipolandó SMS-ek jönnek. Tehát... Na tessék. Hát ez egy, ez egy magas szék. Szék. Úgyhogy... Nagyon, azért, hogy nagyon magasan tudjon székelni a MOL vezetés. <laughs> Szilárdon álljon égnek. <laughs> Szerintem én híreket mondani. Rendben, rendben elnézést kérünk, mondja a kedves hírszerkesztő kollégina a híreket. Műsorunkban termék megjelenítést hallhat.